Képviselő úr, DK képviselőcsoport, aktuális ügyek címmel. Ön a szó, képviselő úr. Elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház! Személyes tapasztalatok után most már a közvéleménykutatások is igazolják, és egyre többen ismerik fel, Orbán Viktor miatt van bajban Magyarország. Lelepleződött, hogy mára szinte nincs olyan gazdasági vagy politikai ügy az országban, amelyben ne a miniszterelnök okozta volna a gondjainkat, és ne hazudna róluk nekünk minden egyes nap. Gondoljunk csak az inflációra, amiért a miniszterelnök Ukrajnában dúló háborút, az Oroszországra kirótt szankciókat okolta. Június közepén pedig kijelentette, hogy az ársapkát azért nem lehet kivezetni, mert ennek köszönhető az élelmiszerek drasztikus áresése. Nos, a háború és a szankciók az Unió minden országát érintették, mégis messze nálunk a legmagasabb az infláció egész Európai Unióban. Már egy éve az élelmiszer ára pedig két év alatt kétszeresére nőttek itt nálunk, ársapkák ide vagy oda. Tehát Orbán Viktor miatt van bajban Magyarország. De gondoljunk csak a munkabérekre, vagy az ütemes emelkedésre, vagy a nyugdíjak értékének megőrzésére. Mind az átlagbért, mind a minimálbért tekintve utolsó helyen vagyunk Európában, csak Bulgária marad el mögöttünk. Ami pedig a nyugdíjakat illeti, az ezévi januári infláció 25%-nál is több volt, nyugdíjakat viszont 15%-kal emelték. Ennyit az értékálló nyugdíjról, tehát Orbán Viktor miatt van bajban Magyarország. Azt is felemlegethetném, hogy önök szerint magyar egészségügy a legjobbak között van Európában. Ehhez képest a januárban 4-11 hónapot kellett várni egy műtétre, azóta a várólisták hosszabbak lettek és nőttek folyamatosan. A kormányváltás előtt a GDP 7,5%-át fordítottuk egészségügyre, mára alig 3%-ot. Mi lett ennek a következménye? Egy 2008-as nemzetközi felmérés szerint a magyar egészségügy a 12. helyen állt Európában, közvetlenül az Egyesült Királyság mögött, 2018-ra viszont a 26. helyet foglalta el, csak Romániát előzve meg. Ha ezt követő 5 éve alatt már nem is tudom hova süllyedt mindaz, ami történt az egészségügyben, és ez leleplezi az önök hazugságát. Tehát Orbán Viktor miatt van bajban Magyarország. Önök folytattak kampányt milliárdokért arról is, hogy aki Magyarországra jön, nem veheti el a magyarok munkáját. A kormányfő viszont azt ígérte, hogy 2018-ra itt olyan ország lesz, hogy mindenki haza akar jönni. Nos, az elmúlt 2 évben mintegy 150 ezer ázsiai vendégmunkás kezdett dolgozni nálunk, idén viszont az átmeneti csökkenés után ismét csak nem 30 ezeren vándoroltak ki a KSH szerint, míg a fogadó országok szerint ennek a duplája. Tehát Orbán Viktor miatt van bajban Magyarország. Végére hagytam azt a hazugságokat, ami a hideg idő beköszöntével a legaktuálisabb, amíg mi vagyunk a kormányrúd mögött, addig lesz rezsicsökkentés, ígérte Orbán Viktor 2 évvel ezelőtt. Hát aztán még sincs. Tavaly nyáron önök alig, hogy megnyerték a választást, brutálisan megemelték a gáz és az áram árát, indokolatlanul alacsonyan megállapított átlagfogyasztás felett. Ma a lakosság átlagosnak mondott fogyasztása fölött a gáz árának önök által fizetett világpiaci árhoz képest sokszorosát kell megfizetni. Míg a gáz ára a gáztőzsdén folyamatosan csökken, velünk a csillagos eget fizettetik meg. Ma már azt is tudjuk, hogy önök 400%-os extra profitot keresnek a lakosságnak eladott gázon, ezért ilyen drága. Tehát Orbán Viktor miatt van bajban Magyarország. Ráadásul a legszegényebbek által alkalmazott fűtésre, a fatüzelésre ez a rezsitámogatás nem vonatkozik. A tűzifa ártámogatására a kormány 5 milliárd forintot szán 200 ezer háztartásra. Így aztán könnyen kiszámítható, hogy egy háztartásra 3 mázsa fa jut, ami összességében véve
jó, ha egy-két hétre nyújt meleget. Tisztelt Ház! Doblev Klára vezette árnyék kormány szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után. Mindenható vállalati profit helyett európai béreket, nyugdíjakat, magánkórházak és magániskolák helyett erős állami egészségügyet és oktatást, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk. Az orbáni hazugságok leleplezésével nyilvánvaló, hogy a mi ajánlatunkkal szemben hazugságokkal verik át őket. A változáshoz mindenkinek tudnia kell az igazságot. Orbán miatt van bajban Magyarország. Tisztelt Országgyűlés, a kormány nevében...